Most egy beszélgetést láthatnak Perce Miklóssal, akit nem kell bemutatnunk a televízió nézőinek. Az író, költő, előadó művész azt mesélte a munkatársunknak, hogy nyomdában van a legújabb verses kötete, amihez nagyon sok segítséget kapott vállalkozásoktól, magánszemélyektől. A szerző köszönetet mond Vég Józsefnek és Királyfi Ferencnek, a könyv illusztrátorának Ludmilla Bambulának a könyv megjelenéséhez nyújtott segítségért. Nagyon kellemes, szép őszi időnk van most. Szereti Miklós az őszt, ezt a szép, szelíd természetet? Vagy inkább az elmúlás jut eszébe róla? Szeretem az őszt, mert, hogy mondjam, a kötetemben is vannak őszi versek, és általában azok jók sikerülnek. Hogy ezt szeretem, az már komplikáltabb kérdés. Hát az elmúlás egyrészt, ugye jön a tél, múlik az év, de a színei az ősznek, az szerintem a legcsodálatosabb. Természetesen nem az őszről fogunk beszélgetni, hanem arról a könyvről, aminek a kézirata hamarosan a nyomdába kerül. Meséljen nekem erről. Mikor született meg az ötlet, ki segítette, vagy segíti a könyv elkészítését, összeállítását? Nem leszek rövid, mert ugye nem egy kávéházi szegleten döntöttem el, hogy ismételtem, meglepem magam születésnapomra egy újabb kötettel, de általában így szokott lenni, hanem volt ugye a járvány, és nem nagyon voltam annyira termékeny, mint szoktam lenni, de azért írogattam, és ezeket a verseket, amit írtam, lehet, hogy megfontoltabban, átgondoltabban, vették a kiadók, meg megjelentek, és azért csak összegyűlt annyi, hogy addig bíztattak, hogy az én ötletemben, hogy ez csak egy karácsonyi ajándék lesz, egy füzetecske, rábeszéltek, hogy legyen kötet. Tehát, mi a különbség a füzetecske és a kötet között? Hát lényegében semmi, mert aki ír, az felelősség, bármibe ír. Tehát kockás füzetbe, vagy kemény fedelű, vagy aranydíszes, bőrborításos kötetbe, aláírt szó, az felelősség. De, hogy mondjam, az anyagi része a különbség. Erről majd szeretnék beszélni, mert ez egy fontos is. Dolog. Igen, igen, nagyon fontos. Füzetecske olcsóbb. Beszéljünk még magáról a költői munkájáról. Nagy költők leírták már, hogy a költészet tulajdonképpen a pillanatnak, meg a hangulatnak a művészete. Miklósnak hogy születnek a versei? Tökéletes igazság ez, mert én úgy szoktam fogalmazni, hogy most vigyázok is arra, hogy ezt szépen fogalmazzam meg, hogy mindenkinek a lelkében, vagy az emlékeiben, vagy a szürke állományában vannak megbúvó gondolatok, és azokat, ha előhozzák impulzusok, akkor abból valami lesz. Tehát ha vers, elbeszélés, most, hogy ebből jó vers legyen, vagy elbeszélés, az már más kérdés, de tényleg ott csordogálnak azok az emlékek, amik összegyűlnek az emberbe, és ha éri egy olyan ráhatást az embert, akkor úgy gondolja, hogy ezzel jót tesz, hogyha ezt megörökíteni, nem csak magának. Én valahol azt mondtam, hogy ha engem tanít az, amit csinálok, az jó, megtanít emlékezni, vagy elgondolkozni, hogy jól cselekedtem-e, viszont ha másnak ez az üzenet szintén ad valamit, esetleg tudok vele tanítani, akkor már valamiért érdemes volt ezt csinálni. Tehát nem tudom, hogy érthető-e, hogy mire gondolok, de ez mindenkinek a fejében megvannak, ezek a megbúvó gondolatok, de hát kell egy pici öröm, kell egy kicsi bánat, kell egy kicsi meglepetés, kell valami impulzus kell, hogy ezek előjöjjenek, de előjönnek. És a pillanat annyiból igaz, hogy az tényleg az a pillanat úgy jó, hogy az akkor, abban a pillanatban megvalósul. Tehát akkor Miklós nem hisz abban, hogy ceruza végét rágom, és gondolkodok, és javítok, és újraírom, és másnap reggel újra elolvasom, és kidobom. Tehát ennél egyszerűbb, meg talán könnyedebb hát, a versek születése? Én az a típus vagyok, aki tehát nem nagyon szokott belejavítani. Néha megteszem, megmondom őszintén, de ez már általában úgy, ahogy
öregebb leszek, vele gondolok, hogy miért írhattam én ezt mondjuk 17 évvel ezelőtt így le. És most már így gondolnám. Nem sokat változik a tartalom, de pontosabb lesz. Néha figyelmeztetnek rá. Hogy ez az öregség bölcsessége? 17 év hát után? Ez szerintelenség nélkül azt lehet mondani. Bocsánat, hogy... evel nem azt utaltam, hogy ön már idősebb. De nem, hanem a bölcs. Mindenki saját magának a bölcse vagy a bölcsessége, mert előbb már utaltam rá, hogy tanulnunk kell önmagunk hibáiból, önmagunk jó tetteiből, vagy amit tettünk, vagy ez nem jelenti azt, hogy meg kell bánni, mert ugye ami elmúlt, az is az enyém. De jó szó, egyfajta bölcsesség, letisztulás, ez a jó. Szégyenkezem, de nem tudom felsorolni, hogy hány kötete jelent meg eddig, 4, 5? 6, 7. De bocsánat. A gyerek kötete együtt, ez lesz a 7. Tehát ami önálló, hát utána még rengeteg antológia van, meg amiben társszerző vagyok, de ami önálló, azt hiszem 7, tehát ez lesz a legnehezebb, akkor a 7. a legnehezebb. Miklós, amikor a versek megjelennek kötetben, akkor tulajdonképpen azt le lehet zárni, azt az életszakaszt, ugye, vagy azt a költői szakaszt. Fölkerül a kötet a polcra, önnél, az olvasónál, a barátoknál, és akkor utána úgy érzi, hogy kezdődik valami új, vagy ilyenfajta kezdet és vég nincs is a köteteknél. Nincs, de mégis folytonosak. Tehát ez engem is meglep. Tehát ösztönösen valahonnan ez adódik. Tehát most lehet, hogy más ezzel másképp van. Tehát van, aki észreveszi benne a folyamatosságot. Tehát csak a címeket mondom akkor is, ugye a késő ébredés, az Elíziumi mezőkön fellegérintő, tűzről álmodom, elmúlás optimizmus a fél árnyék. Na, ebből már egy verset itt meg tudnék írni, tehát hogy ha belegondolok, hogy ez milyen stádiumban, mikor készült, de azt hiszem így össze is jönnek, hogy és ez nem szomorúság, inkább filozófikus gondolkodtató, helyesen fogalmazzak. Ha nem haragszik, hogy elmondom, de aki önt követi a Facebook oldalon, azért inkább keserű Perce Miklós mostanában. Ez a... Megfontolt. Megfontolt, jó, akkor megfontolt. Óvatos. És ez a magatartás, ez megjelenik a versekben is, a készülő vagy új verses kötetben? Hát megjelenik, de igyekszek én azért megmagyarázni ezeket a dolgokat, hogy ez nem hogy vajúdás, vagy félelem, vagy végén azért optimista kicsengésre törekszek, tehát hogy ott van a remény, ott van a holnap, ott van a holnap után, ott van, hogy tennem kell, csinálnom kell tovább, tehát ezek azért én igyekszek rátérni, de hát ha megtörtént az emberrel egy esemény, akkor azt nem mondhatja úgy, hogy na most ezt felejtsük el, és akkor... Hát ha szomorú dolog történt, akkor annak világos, hogy nem fog örülni. Egy faktum, hogy azt elmondhatom, hogy én úgy nem tudnék megírni egy kötetet, hogy azt mondaná egy kiadó, mint ahogy mondta már, hogy na üljek le, és július végére írjak egy verses kötetet. Ez velem. Nem fordulhat elő, tehát ez lehetetlenség. Tehát. Mi lesz az új kötetnek a címe? Félárnyék. Félárnyék? Igen. Sokat sejtető, vagy félelem, árnyék. Általában árnyékos sötét helyen félünk, kötőjellel van a félárnyék. Meg a félárnyék egy kicsit Janusz arc, és hát most sok mindenre lehet asszociálni a címbe, azt mondják, hogy jó. Van egy olyan érdekes gyakorlat, hogy általában a szerző az egyik versnek a címét választja ki. Most is ez történik? Igen. Pontosan, de nem ez lesz az első vers, valahol a közepén van, úgy látom, vagy úgy tudom, hát hogy ne tudnám, hát most néztem át, de valahol a középtáján van a versnek.
Egy valamit azért elfelejtettem mondani, tehát, hogy ahogy megjelentek ezek a kötetek, most ne tűnjön szerénytelenségnek, egyre többen kerestek engem. Tehát ez Szombathelytől Záhonyig, sőt országhatáron túlról is. És ami jó érzés, mert bárhogy titkolja az ember, mindenki egy kicsit hiú, meg jól esik, ha megdicsérnek egy embert, még a kicsi, a öreg, ha jól csinált valamit, na ez így jó volt, szép volt, csak így tovább, kellenek ahhoz, hogy dolgozzon az ember, kellenek ezek az impulzusok. Na most ebben benne van a legidősebb Dén nagymamától, a szakirányú egyetemi tanárig mindenki, tehát ez nekem kell. Tehát én azt falom. Tehát én... Az is kell, hogy a lehető legszélesebb réteghez jusson el? Tehát egy művelt tanárembertől a szomszéd néniig? Pontosan, és ebbe is van felelősség. Tehát ez ugyanolyan felelősség, mint a... most nem akarok csendőrpandúrozni, ez olyan ugyanolyan, mint a riporternek a munkája. Én mindig azt mondtam, amikor ezt a szakmáról beszéltem, hogy akinek nem ugyanolyan fontos a legidősebb mezitlábas parasztbácsi, mint a miniszterelnök, nem ugyanolyan tisztelettel áll hozzá, ott már nagyon nagy baj van a szakmával. Tehát, na most nem itt, hogy milyen szintre helyezzük, vagy milyen ruhát veszünk fel, nem erre gondolok, ugyanolyan fontos mindenki. Aki megtisztel engem, hogy kezébe veszi és elolvassa. És akkor innen már meg is válaszoltam a dolgot. És de hogy tudunk-e úgy írni, hogy megértsék? Nem biztos, hogy mindenki azt érti meg a verseimből, amit én akarok, vagy akarok egyáltalán valamit, mert ugye ez a pillanat művészet, ebben megegyeztünk, meg a hangulat közzétett üzenete, vagy nem tudom, nehéz ezt megfogalmazni, könnyebb versbe leírni, de mindenkinek üzenjen. Tehát a széles réteg az nagyon fontos. Engedje meg, hogy egy nemrégi élményemet elmondjam. Valami nagyon hasonlót mondott Grecsó Krisztián is, nemrégen volt itt a könyvtárban vendég. Szeretném. Ő is azt mondta, hogy az nem baj, sőt jó, hogyha több olvasata, több értelmezése van az írásának. Az egy dolog, hogy ő mit szeretett volna közölni, meg átadni, de hát az nem baj, hogyha ahányan vannak, annyiféle dolgot látnak, vagy értenek belőle. De én nagyon tisztelem az olyan embereket, mint ő, mert akarva akaratlanul ki kell mondani. Tehát ez a műfaj, amivel mi foglalkozunk, most én szerintem válságban van Magyarországon. Nem azért, mert nem írnak, hanem, hogy mondjam, nem szelektálunk érték meg érték között. És amit mondott, hogy az olyan embereket, akik beleteszik az életüket, megmagyarázzák, védik, óvják az, ami a miénk, amire büszkének kell lenni, és az csak akkor a miénk, hogyha ez a kör tényleg széles. Tehát most én nem az irodalmi folyóiratokról beszélek, meg a verses kötetekről. Régen be kellett vinni egy verset egy szerkesztőségbe, és annak volt fajsúlya, vagy súlya, olyan emberek bírálták el, hogy igazgattam a ruhámat, hogy ja Istenem, kihez megyek. Tehát nem lehet olyan antológia, hogy 300 ember szerepel benne. Tehát ennyi költő egyszer elmondtam már, amikor beszélgettünk, szerintem Verecke óta nem élt Magyarországon, mert az felelősség, hogy valakire azt mondjuk, hogy na, ennek a nevét meg kell, hogy őrizzük, hogy olvassuk. Tehát ezt úgy is majd az utókor dönti el meg az olvasó. Én nem. Nem. Azért ír az ember, hogy na most felvágtasson a Parnassusra, hanem azért, amit előbb említett a Krisztián is, hogy üzenjen, és mindenki értsen belőle üzenetet, magának valót, útra valót, holnapra valót, vagy tapasztalatot. Mindenki saját olvasatában teszi versé a verset.
amit említett, az értékválság, az már egy másik beszélgetésnek a témája lenne, azt hiszem. Most beszéljünk a prózai anyagiakról. Hogyan sikerült a szükséges pénzt összegyűjteni? Hát mondom, hogy ez számomra is meglepetés volt, mert ugye újságokban jelentek meg rólam cikkek, kerestek emberek, és azt tudni kell azért, aki ezt a riportot néz, hogy nem, hogy luxus egy könyvkiadás, hiába van kiadóm, hiába van olyan ember, aki gyámolítja az én írásaimat, ezért drága műfaj. Viszont a kiadók nem ilyen bőkezőek manapság, mint hogy ebből meg lehessen élni, de sokan kerestek, és legnagyobb örömömre azért köszönöm, hogy erre lehetőség van, hogy Tiszafüredről is igen komoly támogatást kaptam, ami az utolsó lökést adta, hogy azt mondjam a kiadómnak, hogy amen, tehát lehet verses kötet. Nem mertem belevágni saját anyagi erőből. Nem tudom, hogy itt van-e reklámnak helye, vagy lehet erről beszélni. Én azt hiszem, megérdemlik a támogatók, hogyha elkívánja mondani. Kezdem Tiszafürenddel, tehát kiemelt támogatóm volt kiemelt támogatóm. Jelen időben? Volt időben, mondom, mert vigyázni kell a veszőkre, meg pontokra. Ennek is története van. A Józsa Kft. Hívtak, adtak nem keveset, sokat, köszönöm szépen, és a szokásos, több mint fél évszázados barátságom révén a már törzs támogatom, a Nemzeti Étterem és Havlány Hotel Ábrahám Tamás barátom, emellett a helyi önkormányzat, nagyon remélem, hogy folytatja a az eddigi megszokott dolgokat, és minden kötetemhez kaptam tőlük támogatást, amit itt megköszönök. Azért rossz ez, mert félek, hogy valakit kihagyok, és rengeteg magánember, aki kevesebbel, többel hívott, hogy szeretne támogatni engem, akkor kezdjük. Rofa Gábor, tiszafüredi vállalkozó a Portál Kft-től, Ajkó Ferenc nyugalmazott banktisztviselő, igazgató, elnök úr támogatott, kisebb-nagyobb pénzzel támogattak barátaim, Nagy Tibi, Konstsava, mondom, ha valakit kihagyok, akkor én megkövezem magamat, de nagyon sokan voltak, akik hívtak és segítettek, hogy ebből legyen kötet. Nagyon fontos, de jó, hogy eszembe jutott a Gumiker BT, már 2 éve minden kötetemhez segítséget nyújt, a Takács Zoliék, nekik is köszönöm szépen, és most majd, ha véletlen eszembe jut, hogy kihagytam-e valakit, mert ez ugye ezért rossz műfaj, hogy meg lehet sértődni. Szokás mostanában a kötetek végén vagy hátoldalán megjelölni a támogatókat, vagy ez már kiment a divatból? Hát ez reklámfüggő, de ha szokás, ha nem, én odaírom. Tehát, mert ez tényleg nem jött volna létre. És akkor marad még azért Kunhegyes nekem, mert a kötetem előszavát a régi általános iskolám igazgatónőjével írattam meg. Ez is egyfajta ilyen tisztelet volt nekem a kisiskolám irányában, hogy őt kértem. Kunhegyes irányában? Igen. Kunhegyes irányában is. Igen. Azért rengeteg szál köti oda. Miklós. Hát a főszponzoraim egyike a Szilágyi Lukács és vállalkozása, és a felesége maradtak, és a tőszerkesztőm, a Víg Mártika, aki már nyugalmazott pedagógus volt. Tehát a kunhegyesi szál azért nekem fontos olyan szempontból is, hogy én legutóbb Nagykőrösön mondtam el azt, hogy
hogy ugye az, hogy vers legyen, az kell iskola, kellenek tanárok, kellenek pedagógusok, kellenek, akik embert faragtak belőlem, akik megtanítottak gondolkodni. A többi az már Isten adománya, vagy tehetség kérdése, vagy akarat, de az alapok nagyon fontosak. Azon töröm a fejemet, hogy kéne hagyjak valakit, úgyhogy most zavarba vagyok. Beszéljünk még azért egy-két gyakorlati dologról. Most milyen állapotban van a kötet? Hol van, kinél van, milyen munkák kellenek még, hogy megjelenjen? A támogatóknak a nevei hiányoznak hátulról, ilyen állapotban van, tehát most azért is töröm. Nyomdai átfutás mennyi ideig készül? Ezt a Pécsi kiadó adja ki megint, de nem a literatúra, nem a Kalamár is. Hát neki is mondjuk meg kell köszönnöm Márkus Lászlónak, akivel igen jó kapcsolatot tartok, hiszen a végső inspirációt ő adta, hogy ne adjuk veszni ezeket, megint érts jól, amit mondok, ezeket az értékeket. Ő fogalmazott így, nem én, de nem fog elveszni. Ő adta a végső lökést, hogy legyen ebből kötetés, amikor tényleg az előbb említett nevekből, meg vállalkozásokból, meg cégekből összejött az a lehetőség, amit én már szerény anyagi lehetőségeimmel ki tudok pótolni, akkor azt mondtam, hogy könyv lesz belőle. Mi van a nap? Átfutási idő az szűk egy hónap. És mi van a naptárjában? Mikor lehet, mikor kerülhet sor az első, mondjuk, író-olvasó találkozóra, ahol be tudja mutatni? Hát, december? Ez most jó kérdés. Január. Hát én minél hamarabb szeretném, de hát ezt most nem tudja senki. Tehát annyival is jó kérdés, ugye, hogy vendég lettem volna az ünnepi könyvhéten a Vörösmarty téren, kézi vásárhelyen az olvasótámborba, ezt mind elvitte a Covid, vagy a törvények szigorítása, mert ugye nem engedték, hogy megtartsák. Fáj egy kicsit, mert, de már a gondolat jó volt, hogy rám gondoltak. Tehát nem tudok dátumot mondani. Én nagyon szeretném a Miklós napit, vagy a Kultúra napit, ahogy szoktuk, de ez, hogy is mondom? Hát ez sok mindentől függ. A mindenható, meg a COVID-19 kezébe vagyunk. Miklós, köszönöm szépen a beszélgetést, remélem, hogy felkeltettük az érdeklődést, és kedvet csinálunk majd ahhoz, hogy keressék Önt, illetve keressék az új verses kötetet. Köszönöm, hogy itt voltak. Hát én köszönöm a lehetőséget.